A Demokrata Párt által közzétett felvételen egy vendéglátóipari létesítményben történt leszámolás látható. A demokraták szerint Zorán Savanov egy feszítővassal rontott rá az asztalnál üldögélő csoportra, a fia pedig torkon ragadta Ján Puskár mostani polgármester fiát. A Demokrata Párt közleménye szerint ugyanezek a személyek 2012. januárjában is fölkeltették a sajtó figyelmét azzal, hogy egy ruhátlan embert húztak gépkocsival az úton. A demokraták az illetékesek reagálását követelik.